Tisztelt nézőink, a betegápoló mai vendége Villányi Antal, ápolási szakfelügyelő. Szia, köszöntelek a stúdióban. Múltkor a székrekedésről beszélgetünk, ma viszont a hasmenésről fogunk néhány szót ejteni. Tulajdonképpen mitől is válik valami hasmenéssé? Igazániból a hasmenés a széklet gyakoriságának, folyékonyságának és mennyiségének növekedését jelenti. És úgy gondoltuk, hogy ha már a széklettel kapcsolatos dolgokat beszéljük meg, akkor legyen kerek és egész a dolog. Tehát ezért választottuk a mai előadásunk témájává ezt a hasmenéses dolgot is. Tulajdonképpen múltkor is úgy kezdtük, és akkor azért erre térjünk át ismét, hogy azért van a széklet ürítésnek, és annak a számának egyfajta normális adata. Ez mennyi? A hasmenéses székletet a napi mennyiségének olyan 5 fölötti számát már hasmenésnek lehet nevezni. Ám bár vannak olyan esetek, amikor még ez az 5 fölötti mennyiség sem jelent hasmenéses székletet. Egyszerűen a széklet állaga és mennyisége határozza meg azt, hogy most hasmenésről beszélünk-e, vagy normál székletről. Tehát tulajdonképpen, hogyha 5-nél gyakorabban ürít valaki naponta székletet, de az állaga normális, akkor ott nincsen hasmenés. Hát igen, nagy valószínűség szerint kicsit sokat evett előző nap. Tehát csak ez lett az oka, viszont a hasmenésnek mi lett az oka? A hasmenésnek számtalan oka lehet, és elsősorban a víz csökkent felszívódása, illetve fokozott kiválasztása okozhatja a bőségesebb székletet. Tulajdonképpen az okai között én úgy próbáltam felosztani, hogy van egy fiziológiás ok, illetve van egy olyan ok, ami a betegségek miatt, illetve betegség van a hátterében. Milyen betegségek esetén fordulhat elő esetleg hasmenés? Nagyon-nagyon sok betegséget említhetünk itt. Elsősorban legelőször hadd említsük talán a pszichés okokat. A pszichés okoknál itt elsősorban a depresszióra gondolok, illetve vannak olyan, és főként fiatal lányoknál forduló elő dolgok, amikor testképzavara van, és szeretne, illetve hát idősebbeknél is, szóval végülis bárkinél lehet, aki fogyókúrázni akar. Kórosan fogyókúrázik, ezért túl sok hashajtót szed. Most a pszichés okokra elsősorban ezekre gondoltam, de hát természetesen sok más is lehet, fiziológiásan is lehet pszichés okra visszavezetni. Például itt most a vizsgai időszak tájékán, érettségi időszak tájékán az ember izgul, és fokozottabb lesz a kiválasztása is ezáltal, és ez a vizsgadruk okozhat egyfajta hasmenést. Most gondolom, mert ugye beszéltünk már gyulladásról is, hogy a gyulladásnak az egyik következménye is lehet hasmenés. Igen, a gyulladásos betegségek, tehát elsősorban a bél gyulladásos betegsége is okozhatnak hasmenéses székletet. Itt a bél nyálkahártyának a falának a gyulladása lehet az, ami a hasmenést okozza, illetve felszívódási zavar is okozhat ilyet. A vastagbél gyulladásos betegségeik közül hadd emeljük ki elsősorban a kolitis ulcerózát. Ez főként fiatalokon előforduló betegség, és ez magyarra lefordítva inkább arra azt lehetne, hogy a vastagbél fekélyes gyulladása, ami a bélnyálkahártyán egyfajta pincurka, apró kis felmaródásokat feltételez, és ezáltal fokozódik a kiválasztás, és ezáltal lesz a széklet híg. Na most ebben az esetben nem csak az a fő tünet, hogy híg a széklet és gyakori, hanem véres is. Na most mivel ez az emésztőtraktus alsó szakaszán van, itt élénkpiros vért lehet észrevenni a székletben. Na most, mivel fiatalok betegsége ez elsősorban, ezért mindenképpen orvoshoz kell fordulni az ilyen betegeknél, vagy egyáltalán azoknál, akik ezt észreveszik a székletükben. Most itt okokként azért szerepelhet különböző gyógyszerfogyasztás és annak következményeként a hasmenés. Igen, hát mivel ez a műsor az otthon lévőknek szól így délelőtt tájékán, ezért mindenképpen meg kell említenünk, vannak bizonyos gyógyszerek, amik okozhatnak hasmenést, és az antibiotikumok nagy része
okozhat hasmenést, amire úgy első szedés alkalmával, illetve egyáltalán az alkalmazások alkalmával nem minden esetben gondolnak. Na most meglémülhetnek, hogyha otthon elkezdik szedni az orvos által fölírt antibiotikumot. Eleve is gyöngült az immunrendszer, hiszen nem véletlen, hogy az orvos antibiotikumot írt, és az immunrendszer is nyilván befolyásoló tényező a gyulladásos betegségeknél. Ezáltal, amikor elkezdik szedni az antibiotikumot, akkor annak mellékhatásaként jöhet létre hasmenés. Egyszerűen olyan elváltozásokat hoz létre a szervezetbe, ami a hasmenést okoz. Na most ilyenkor nem kell megrémülni, és nem kell megijedni itt az első pár tabletta beszedése után, mert ez később vagy rendeződik, vagy vissza kell menni az orvoshoz, és az orvosnak meg kell említeni, hogy ilyen panaszt, ilyen problémát, ilyen mellékhatást okozott számára a gyógyszer, és akkor egy egyszerű gyógyszerváltással meg lehet oldani ezt a kérdést is. Nagyon sokszor hallhatjuk azt, hogy hasmenéses járvány van akár oviba, akár iskolába. Tulajdonképpen a hasmenés az ennyire általános tünet? Hát igen, na most a járványok, tehát a hasmenést okozhatják végül is baktériumok, vírusok is, és ilyenkor, ilyen nagy melegben, és azért is gondoltam, hogy ez most igen aktuális témakör lesz bárki számára, ilyen nagy melegben nagyon-nagyon sok kórokozó tud hirtelen nagy mennyiségben felszaporodni bizonyos ételekben. Na most, akik közösségben étkeznek, de akár otthon is előfordulhat nem megfelelő tárolással, nem megfelelő hőkezeléssel olyan kórokozók bevitele a szervezetbe, ami hasmenést okoz. Na most nevezzük nevén a kórokozót, itt elsősorban a szalmonellára gondolok, ami meglévő baci, csak figyelnünk kell rá, hogy ne kerüljön be a szervezetbe. Viszont, hogyha bekerül, olyan hirtelen tud elszaporodni, és olyan hirtelen tud elváltozásokat létrehozni, és ijesztő elváltozásokat, szóval itt órák alatt kialakulhat egy súlyos hasmenéses állapot. Na most, mivel azzal kezdtük, hogy ez a víz felszívódási zavara, illetve fokozott kiválasztása a szervezetben, itt órák alatt nagyon gyorsan és nagyon nagy mennyiségű víz áramlik ki a szervezetünkből. Na most, mivel a szervezetünk felépítésének a nagy része vízből tevődik össze, itt olyan folyadék és elektrolit zavarok jönnek létre a sejtben, a szervezetünk legapróbb részecskéjében, ami nagyon-nagyon komoly tüneteket okoz, és nagyon-nagyon fontos elváltozásokat, és gyorsan megoldásra váló elváltozásokat. Most itt arra gondolok, hogy mondjuk ilyen meleg is van. Fokozott a pároloktatásunk is, tehát a szervezet, hát izzadunk, mindenki izzad, és ezzel is elég nagy mennyiségű folyadékot veszítünk. Na most, hogyha még hozzájön egy a szalmonella által okozott lázas, mert ez magas lázzal járó betegség, lázas állapot, még nagyobb lesz a hőingásunk, illetve a verejtékezésünk, illetve még hozzájön pluszban még egy hasmenéses állapot. Ez olyan nagy mennyiségű vizet jelent a szervezetből, a szervezetet megfosztva, hogy bizony sokos állapotot is eredményezhet, ha nem vesszük észre időben, nem figyelünk rá időben, illetve nem fordulunk kellő időben orvoshoz. Itt nagyon-nagyon fontos a folyadékpótlás. Sőt, hogyha a folyadékpótlásnál tartunk, akkor hogyha észrevesszük és tudjuk kezelni a dolgot, akkor tulajdonképpen milyen folyadék javasolt? Na most nagyon sok esetben otthon is tudjuk kezelni ezt a dolgot. Itt az extrém esetre gondolok, amikor már annyira nagy a folyadékvesztés, hogy mindenképpen kórházi körülmények között kell megoldanunk a folyadékpótlását. Az infúzióval egyébként? Igen, kórházban infúzióval tudják ezt pótolni, és többnyire az állapot is indokolja azt, hogy kórházi felügyeletet biztosítsunk az ilyen betegeknek. De akár otthon is tudunk egyfajta folyadékpótlást csinálni azzal, hogy a házi orvos maga is most már egyre inkább elterjedve beköti
az infúziót otthon, az otthon lévő betegnél. Na most itt jön képbe megint a körzeti ápolónő, illetve az otthoni szakápolási szolgálatok, akik között megfelelő szakemberek vannak, akik az infúzió lefolyását felügyelik addig, amíg ott a háznál ez megtörténik. Na most nem csak olyankor szükséges az infúzióval való folyadékpótlás, amikor egy ilyen nagy hasmenéses szalmonellás betegség következtében, hanem mondjuk egy idős betegnél is, aki nagyon-nagyon kevés folyadékot vesz magához. Egyszerűen nem fogadja el a hozzátartozók által kínált folyadékot. Ebben az esetben is szoktak otthon bekötni infúziót. Nyilván ezek már legyengült, elesett, idős emberek, akik nem azért kerülnek ebbe a kiszáradásos állapotba, exikózisos állapotba, mert valami betegség miatt sok vizet veszítettek, hanem egyszerűen keveset ittak. Most mennyire kell megváltoztatni a higiéniai feltételeket, illetve a testi ápolás mondjuk egy otthoni, egy fekvő betegnél, hogyha a szalmonelláról van adott esetben szó? Beszélgettünk, mielőtt idejöttem, bent a munkahelyemen a kollégáimmal, és arról beszéltünk, hogy nagyon-nagyon fontos a fertőtlenítés. És itt most a fertőtlenítésnél nem csak a saját kezünk fertőtlenítésére gondolunk, hanem itt az eszközökre is, amit az ilyen baktériumok által okozott fertőzések kapcsán megtörtént hasmenéses állapottal szerezhettünk, tehát az eszközöket is, tányérokat, poharakat, és arra hívták fel a figyelmemet, hogy nem csak az eszközöket, hanem az ajtók kilincseit is fertőtlenítsük. Tehát amihez tulajdonképpen hozzányúlunk, azt mind fertőtleníteni kell. Igen, és lehet, hogy ez egy kicsit már az én nagyon egészségügyi létem, de nagyon fontos, hogy a konyhában felhasznált élelmiszerek fertőtlenítését is megtegyük. Na most itt elsősorban természetesen a tojásra gondolok, mint élelmiszerre és fertőtlenítésre. Én magam is otthon úgy szoktam a tojásaimat elrakni a hűtőbe, mielőtt beteszem a hűtőbe, hogy hipós vízbe áztatom. És akkor leüblítem, megtörlöm, és akkor úgy mehet be a hűtőbe. Tehát ez egyfajta védekezés azért a betegség kialakulása ellen. Igen. Na most nem csak a tojásokat szoktam így hipózni, hanem a mosogató vízbe is szoktam hipót tenni. De a családom időnként ki van tőlem kelve teljesen, hogy itt mindennek hipószaga van, de ehhez azt hiszem nagyon egészségügyis vagyok, és nagyon-nagyon sokat hallottam, illetve sokat tapasztaltam az ilyenfajta hasmenésekről. Ja, és közben jutott eszembe, hogy amikor férjhez mentem, akkor az anyósom a palacsinta, a túrós palacsinta túrójába is tett tojást. Azt hittem hipót, most komolyan. Nem, tojást. És úgy nyersen, és akkor úgy töltöttük bele a palacsinta tésztába, és utána már nem sütötte meg. Na most, miután oda kerültem hozzájuk, nem volt könnyű leszoktatni róla, de olyan sokszor beszéltem arról, hogy ennek milyen fertőzés veszélye van, hogy most már ő is elfogadja ezt tőlem, és nem rak most már tojást a túróba. Na most nem is gond az, hogyha tesznek, hogyha utána megfelelően hőkezelik. Tehát hogyha mondjuk a túrós palacsintát valaki tojással szereti, akkor tegye be utána a sütőbe, és süsse át. Most ez a már említett hipó, ez egyébként úgy általában alkalmas minden nemű fertőtlenítésre, mert ugye itt említettük, hogy a kilincset lemosni, akkor gondolom, hogy azért az ágy környékét, kézfertőtlenítés. Igen, hát én úgy gondolom, hogy ez a legkönnyebben beszerezhető, legjobban hozzáférhető bárki számára, de hát használhatunk még természetesen neomagnol tablettát is, amit föloldhatunk vízbe. De régen emlékszem még gyerekkoromban, amikor iskolába jártunk, általános iskolások voltunk, és voltak ilyen nagy járványok, ilyen száj- és körönfájásos járvány, és akkor klórral, ilyen aktív klórt raktak bele a
vízbe és abba keletkezett mostunk, tehát nyilván a hipó ugyanolyan klóros és ugyanolyan célt szolgál. Na most itt vannak olyan csodaszerek már, hogy Fluoracep, meg Domestos, meg Clorox, meg mindenféle, tehát sorolhatnánk a vegyi áruk palettáját, de én úgy gondolom, hogy a hipó az megteszi, és mindenki számára jó. Most, hogyha adott egy beteg, aki mondjuk fekvőbeteg és hasmenése van, akkor az étrendre mennyire kell odafigyelni, mert ugye említetted, hogy a folyadékpótlás az nagyon fontos. Igen, hát a megoldási módok bizony-bizony a folyadékpótlás mindenképpen szükséges, és most jutott eszembe, hogy nem válaszoltam az előző kérdésre, hogy ugyan mit is lehessen inni, teljesen mindegy, bármit, csak többször és keveset. Most a tea, azt például szokták külön kiemelni, hogy a tea az azért sok mindenre jó, tehát az valóban, hogy mondjuk sok teát iszunk, akkor az jó. Hát persze, a tea, már maga az, hogy a folyadékot pótoljuk, tehát az is egyfajta folyadék, de hogyha csapvizet kíván, hideg csapvizet, akkor az ugyanolyan célt szolgál. Na most a diétára áttérve egy kicsit, itt most nem csak magát a folyadékot kell pótolni, mert hogy ugye a folyadékkal nagyon sok olyan ásványi anyag távozik, elektrolitok a szervezetből, aminek a pótlására mindenképpen szükség van. Itt most gondolok a magnéziumra, a kalciumra, káliumra. Tehát ezeknek a megfelelő pótlása is nagyon-nagyon fontos. Na most többnyire ezt a táplálékkal pótolni tudjuk, hogyha az esetlegesen egyébként is beteg, vagy elesett betegünk hajlandó elfogadni a táplálékot. Ha nem, akkor ezekkel a plusz tablettákkal nyugodtan lehet ezt pótolni, és a megfelelő mennyiséget biztosítani számukra. Na most nem csak az elektrolitok pótlása a lényeg, hanem a vitaminok pótlása is. Tehát bármi, teljesen megváltozik a szervezet egyensúlya, és ezeknek az egyensúlynak a helyreállítása a lényeg, ami a sejtek működéséhez szükséges. Mindenféle, és főleg a vízben oldódó vitaminoknak a pótlását kellene megtennünk. Na most vannak még a diétának, tehát hogy könnyen emészthető legyen. Ne legyen fűszeres, ne legyen zsíros. Ezek mind-mind irritálhatják az egyébként is valami ok miatt ingellékeny szervezetet, vagy akár a beleket, gyomrot. Most mennyi ideig kell diétázni? Tehát, hogyha normalizálódik a székletürítés száma, illetve a székletállaga, akkor az első nap után már ehetünk bármilyen ételt, akár mondjuk zsírosabbat is, vagy mondjuk meg kell várni azért 2-3 napot, hogy tényleg normalizálódjon a székletürítés? Hát mindenképpen a fokozatosság elvét be kell tartani, tehát az első napon nagyon-nagyon sok folyadékot igyanak, nagyon-nagyon sokat, több liternyit. És hogyha nem kíván esetleg bármiféle táplálékot magához venni, hát egy nap nem a világ, szóval ezt nyugodtan kibírja a szervezet szilárd táplálék nélkül is, csak a folyadékot kell pótolni. A második napon már kicsit engedhetünk ebből, illetve talán már kicsit jobban is van az illető, hogyha megfelelő gyógykezelésben is részesítették még mellé, és mindenképpen az a lényeg, hogy mondjuk a sóba vízbe krumpli, és akkor vagy a főtt krumpli, a héjába főtt krumpli, de jól megsózva. Na most, mivel a só az egyfajta elektrolitokat is pótol, másrészt meg a sós íz miatt a folyadék igényünk is megnő, ez így a kettő együtt nagyon-nagyon jól kiegészíti egymást. Tehát a második napon inkább ezeket az ilyen, nyilván a krumpli az egy könnyen felszívódó szénhidrát, könnyen is emészthető, viszont azért igen jól laktat, és hogyha ezzel a sózással, és csak sózással, tehát itt most borsra, paprikára nem gondoltam, csak a sózásra, akkor ez úgy már kiegészíti egymást, és megold bizonyos problémákat. És akkor a harmadik naptól már lazíthatunk egy kicsit, és mondjuk egy kis parizert, vagy egy kis virslit. Tehát nem gondoltam arra, hogy még egy oldalast süssünk, és azt adjunk a betegnek, semmiképpen. Vagy krumplipürét esetleg, de azt is tej nélkül és zsíradék nélkül, csak a saját levébe összetörve adjuk. Sokszor szokták mondani, hogy azért mondjuk egy gyereknek nehéz megmagyarázni azt, hogy ő most nem ehet, mert mondjuk neki hasmenése van. Tehát tulajdonképpen időbe ez a diéta, ez mennyit ölel fel? Tehát egy-két napot, egy hetet, másfél hetet? Mert azért gondolom, hogy azért ez múlik, vagy függ attól, hogy milyen súlyosságú hasmenésről is van szó.
Na most a gyerekek az egy speciális. Tehát ez egy más kategória? A gyerekek nem kicsi felnőttek. Ők másként élik is meg az egész hasmenéses állapotot, náluk másként reagál a szervezet a hasmenéses állapotra, és hát náluk nyilván a felnőttnek kell ügyelni arra, hogy minden a megfelelő módon a helyén legyen. Hát a gyerekek kicsit, igen, hát ők azért a táplálkozással, nekik is lehet olyan dolgokat adni, ami kedves számukra. Én itt most a ropira gondolok, ami szintén egy valamiféle sós étel, vagy hát egy ilyen száraz valami, amire sok folyadékot tudunk kínálni számukra. Szóval azért vannak olyan ételek is, és minden anyukának a saját gyerekéhez kell igazodni. Itt nincs standard, lehet ajánlani bármit, de hogyha a gyerek nem fogadja el, akkor tehetünk mi akármit is. Most a gyerekeknél én annak idején, amikor a gyerekem kicsi volt, és voltak ilyen hasmenéses problémái, nálunk nagyon jól bevált a reszelt répa, kicsi pácsepp citrommal és mézzel összekeverve. Hát ez annyira ízlett az én gyerekemnek, és ilyen jól megoldotta a hasmenését. Na most a kisebbeknek lehet másféle dolgokat. Itt akkor már nagyobb acska volt, olyan 3-4 éveske az én fiam, amikor ilyen dolgokkal etettem, és ízlett neki. Na most az alma is okozhat egyfajta olyan dolgot, hogy megfogja a székletet. Tehát vannak bizonyos gyümölcsök, vagy a banán is okoz ilyet, hogyha eszünk, akkor etetünk, a gyerek elfogadja ezt. Szóval próbálkoznunk kell, és ismerni a saját gyerekünket. Most itt a beszélgetés elején azért említetted, hogy azért is választottad ma ezt a témát, mert jön a nyár, és ugye itt főleg a szalmonellának van nagy jelentősége, illetve aktualizálása, de azért itt van a nyár is, amikor ugye elutazunk. És nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy én elutaztam Görögország, Olaszország, bár mindegy, tehát hova, és ott az ottani víztől kapok hasmenést. Hát igen, az utazós hasmenés az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ugyanis elronthatja az egész nyaralásunkat. Megtörtént eset a barátnőmmel, illetve a férjével történt meg, hogy Törökországba utaztak, és hogy sem, ivott a férje vagy útközben, vagy már Törökországban vizet. Egyszerűen kívánta, és máskor is vizet szokott inni. És nagyon-nagyon már az első nap, mikor odaérkeztek, már akkor rosszul volt, akkor még csak hőemelkedése volt, de a második napra bőven belázasodott, hasmenése volt, és folyamatosan a barátnőmnek ápolnia kellett a férjét a szállodába. Tehát nem tudtak részt venni a közös programokon, tehát az egész nyaralásuk úgymond kudarcba fulladt. Na most ott voltak, tehát emiatt visszatérítés nem járt nekik, de hogyha erre ügyeltek volna, vagy gondoltak volna előre, akkor nem jött volna ez így össze. És itt most nem csak Törökországra, bizony Görögországban is előfordul. Na most ezekben az országokban az utcán árulják flakonokban a vizet, de nem tudom. Szóval én ott az ottani közegészségügyi előírásokkal nem vagyok tisztában természetesen. Főleg azzal nem, hogy az ottani közegészségügyi felügyelők hogyan vizsgálják ezeknek a vizeknek a minőségét. Azt mondják, megbízható, de mondom, én ehhez egy nagyon egészségügy is vagyok, és inkább maradnék a palackozott akár üdítőitaloknál. Tehát én nem valószínű, hogy innék az utcán vásárolt vízből sem. Zárjuk azzal a beszélgetésünket, mert ugye az időnk lassan lejár, hogy tulajdonképpen létezik-e időlt hasmenés, és hogyha igen, akkor ott kizárólagos hát javulást csak az infúzióval lehet elérni? A krónikus hasmenések létezhetnek természetesen. Vannak olyan esetek, amikor akkor van krónikus hasmenés, amikor az illető eltitkolja esetleg a tartós hajtó szedését, illetve hát vannak olyan betegségek, említettük itt a kolitis ulcerózát, ami időszakos föllobbanásokkal jár, tehát azoknál is vannak ilyenek. Megoldásként, hát itt nem az infúzió, és nem itt az állapot rendezése és a kiváltó ok tisztázása a lényeg. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig az anamnézist fölvevő, illetve
a fizikális vizsgálatot végző, az már tudja, hogy valóban hasmenésről van ez szó, ténylegesen hasmenésről van ez szó, vagy pedig egy mondva csinált problémáról. Ugyanis sok munkahelyen nem dolgozhatnak hasmenéssel, hasmenéses betegségekkel, és hogyha meg akarja oldani a szabadságos problémáját, vagy éppen a munkahelyi létét, akkor azt mondja a házi orvosának, hogy kérem, hasmenésem van, mert már egy-két napja, akkor itt székletvizsgálatot kell végezni, de egy fizikális vizsgálattal nagyon-nagyon pontosan, szinte 100%-ig biztosan ki lehet deríteni, hogy tényleg hasmenésről beszélünk-e. Most hát bízunk azért abban, hogy ez a beszélgetés arra jó volt mindenképpen, hogy felismerik azt, hogy a hasmenésnek igenis van jelentősége, és valóban oda kell figyelni. Köszönöm szépen a ma délelőtti segítségedet. Tisztelt nézőink, Önök pedig ne feledjék, hogy legközelebb egy hét múlva találkozhatnak a betegápolóval.